a zene az önmagában tudatosan, vagy egyszerűen inkább mint az evolúció, mint a biológiai evolúció, hogy ilyen észrevétlenül a változatok egyszer csak pici változtatásokkal történik. Pont ez a fajta kognitív tér, ahol ezek az újjak születnek, ezek azok a területek, amiről nagyon-nagyon keveset tud. A tudat alatt zajlanak ezek a folyamatok. Tehát amikor már tudatos szintre kerül valamilyen ilyen fajta kombinációnak, kognitív működésnek az eredménye, akkor az már valamilyen értelemben a végtermék. A képzőművészetben, ugyanígy a divatban, bármi másban, a saját egyéniségük, originalitásuk sokkal erősebb volt annál, hogy belesimultak volna a környezetükbe, és egyszerűen ebből fakadóan mélyebbet fordult ott az eke, és sokkal erősebb volt az a változás, sokkal hatásosabb volt a változás, amit az illető létrehozott. Az algoritmusok és a mesterséges intelligenciák nem tudnak spontán improvizatíve létezni. Bizonyos reakcióra bizonyos reakcióval válaszolni, ezt viszont az ember tudja.